Egymás után épülnek az új házak Budapesten. Csak az elmúlt fél évben több mint 3000 társasházi lakást adtak át, 5%-kal többet, mint egy évvel korábban. A folyamatban lévő projekteknek köszönhetően pedig még mintegy négyezer új ingatlan készülhet el év végéig. Ez azt jelenti, hogy összességében a lakásállomány bővülése harmadával haladhatja meg a 2021-es szintet. Az új lakáspiac további növekedését segíti, hogy jövőre is elérhető lesz a babaváró hitel, a csok és annak hiteltámogatása. Ezen kívül az is új lendületet adhat a beruházásoknak, hogy az 5%-os lakásáfa kedvezmény határidejét meghosszabbították. Így már nem csak ez év, hanem a 2024 végéig megszerzett építési engedélyek esetében is érvényesíthető. A híradónak nyilatkozó szakértő szerint a lakásáfa kedvezmény abban is segít, hogy az egyébként is magas fővárosi ingatlan árak ne emelkedjenek tovább drasztikusan. Budapesten az átlagos négyzetméter árak 1,2 millió forintot tesznek ki, ami azt jelenti, hogy egy 50 négyzetméteres új lakás 60 millió forintba kerül. Hogyha 27 os lenne az áfa, akkor ez a 60 millió forintos érték egyik napról a másikra, körülbelül 2023-24 felé, hogyha olyan ingatlanról beszélünk, ami nem, nem volt még építési engedélye 2022-ben, akkor ez inkább 70-75 millió forint lenne. Tehát az 5%-os lakásáfa határidejének a két évvel történő meghosszabbítása 2024. december 31-ig jelentősen segíthet a, segítheti a beruházókat abban, hogy ne féljenek új projekteket elindítani. A szakértő szerint az elmúlt évek árnövekedésében nem csak az építőanyagok drágulása játszott szerepet, de a szektorban tapasztalható munkaerőhiány is. Budapesten egyébként óriási árkülönbségek figyelhetők meg az egyes kerületek között. A legolcsóbb kerület az a 20. 23. kerület, ahol már 7-800 ezer forintos négyzetméter áron is lehetett új lakást vásárolni, míg a legdrágább kerületekben, a második vagy az ötödik kerületben már akár 2-3 millió forintos négyzetméter áron is történt értékesítés. Tehát látszik, hogy akár 2-3-szoros különbség is volt Budapest határain belül. a, a későbbiekben az áraknak egyfajta fajta adhat az 5%-os lakásáfa, pontosan azért, mert hogyha nem 27%-kal kell ezeket értékesíteni, akkor a beruházók biztosan tudnak azzal kalkulálni, hogy bernőnek a költségek, és erre ráteszik a saját hasznukat, még mindig valamilyen szinten megfizethető áron tudják kínálni ezeket az ingatlanokat. Az energiaárak változása tovább növelheti az új lakások iránti érdeklődést. Az ár mellett egyre fontosabb lesz majd, hogy hosszabb távon mennyibe kerül az adott ingatlan fenntartása.